az Energy Globe versenyen tavaly volt először ötlet kategória, tehát egy relatíve új kategóriáról van szó. Itt elsősorban olyan csapatokat keresünk, és csapatok jelentkezését várjuk, akik még nagyon az elején vannak annak a bizonyos útnak, hogy az ötletüzlő valóság, a piacon elterjedt technológia üzleti megoldás legyen, de már esetleg van egy csapatuk hozzá, és ha lehet, akkor egy működő prototípus, ami bizonyítja azt, hogy azért technikailag egyébként elképzelhető, lehetséges az, amit ők megálmodtak. Tavalyi kategória nyertes, a Convec Pro kiváló példa, és nagyon jó inspiráció az idei indulóknak, hiszen egy olyan eszközről van szó, ami a háztartások energia hatékonyságát növeli, egyszerűen az, hogy átalakítja a konvektorokat a lakásban. Az átlagos háztartások életét tudja megkönnyíteni. Nem szükséges hozzá semmilyen drága infrastruktúra, semmilyen egyéb technikai eszköz. Egy egyszerű, olcsó dolog, ami egyébként olcsóbbá és jobbá teszi az embereknek az életét. Ilyen verseny visszajelzést tud adni az indulóknak, hogy egyébként releváns, valódi problémára választ adó termék szolgáltatása, amin dolgoznak. És a másik, amire szükség van, kapcsolatok. Például vállalati kapcsolatok, például az üzleti szférával fenntartott kapcsolatok, és hát kin keresztül lehetne könnyebben eljutni felhasználók millióihoz, százmillióihoz akár, mint mondjuk Európa egyik legnagyobb energetikai vállalatán, az E.ON-on keresztül. Tehát ez egy olyan üzleti partnerségnek is lehet az eleje, a kezdete, ami egy startup számára nagyon-nagyon izgalmas lehetőségeket rejt. Nagyon sokszor egyszerű ötletek váltják ki a legnagyobb változásokat a világban, viszont az egyszerű ötleteknek van egy olyan tulajdonsága, hogy amikor eszünkbe jutnak, akkor attól félünk és attól tartunk sokszor, hogy ez már biztos másnak is eszébe jutott, annyira magától értetődő. Én azzal biztatnám az indulókat, hogy ezt ne gondolják. Ha ilyen ötletük van, akkor ne ijedjenek meg, legyenek bátrak, nincs igazán vesztenivalójuk, pályázzanak, és nézzük meg, hogy egyébként tudják-e segíteni az emberek életét könnyebbé tenni, akár a legegyszerűbb ötlettel, amilyen például a tavalyi győztes is volt.